A magyar kormány minden lehetséges eszközzel igyekszik támogatni azokat a megoldásokat, amelyek a gazdákat ebben a nehéz helyzetben segítik. Nem véletlen, hogy a kormány megalakította az asszály veszélyhelyzeti operatív törzset, amely gyorsan és hatékonyan tud döntéseket hozni. Mondta el az Origónak adott interjúban Nagy István agrárminiszter, aki szerint most olyan súlyos mértékű az asszály, hogy gyakorlatilag Magyarország délkeleti részein, az Alföld bizonyos területein egyáltalán nem lesz termés. Nem csak Magyarországon van a száj, hanem Európa termőterületeinek 46%-át sújtja. A tárcavezető leszögezte, hogy az aszály miatt a vízkészlet gazdálkodást, a víz visszatartást, a vízzel való gazdálkodást át kell alakítani, hogy megvalósulhassanak azok a beruházások, amelyek segítik a mezőgazdasági termelés biztonságosabbá tételét. Nagy István beszélt még az Ukrajnában rekedt Gabona jelentőségéről, Magyarország élelmiszer biztonságáról és élelmiszer önrendelkezéséről, a közös agrárpolitikáról, a szüreti ellenőrzési programról és az új szántóföldi vetésváltás szabályrendszeréről is. Fontos, hogy az atomenergia semmilyen módon ne váljon áldozatává az ukrajnai háború miatt kialakult politikai válságnak és vitáknak, enélkül ugyanis lehetetlen lenne az energiaellátási krízis megoldása. Szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, helyi idő szerint hétfő este New Yorkban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a világban ma súlyos politikai és energiaellátási válság van. Utóbbi megoldása, illetve az ambiciózus környezetvédelmi célok teljesítése pedig nem lehetséges a nukleáris energia felhasználása nélkül. Ezért most különösen fontos, hogy a semmikép ne válhasson a politikai viták áldozatává. Magyarországnak érdeke, hogy a nukleáris energiával szemben fair, tisztességes megközelítés jöjjön létre hogy azt semmifajta negatív diszkrimináció ne érhesse, hangsúlyozta. Minden nehézség és árnövekedés ellenére továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn üllőn újságírók előtt. Rétvári Bence a Kelló Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. raktárában tartott sajtótájékoztatón bejelentette, Hétfővel ismét útnak indulnak a tankönyvek az iskolákba. Emlékeztetett? A kormány évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a család támogatások részévé teszi a tankönyvtámogatást, amivel minden közoktatásban résztvevő gyermek számára ingyenessé vált a hozzáférés a tankönyvekhez. Ez gyermekenként több tízezer forint kiadást vesz le a családok válláról, fűzte hozzá az államtitkár. Rétvári Bence közölte, a Kelló két raktárában összesen 13 millió tankönyv vár arra, hogy kiszállítsák az iskolákba. Tőcik Zsolt a Kelló ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy idén is rendben lesz a tankönyvellátás, az oktatási év kezdetére az iskolák által megrendelt tankönyvek megfelelő minőségben a kívánt mennyiségben rendelkezésre fognak állni. A háztartások 4%-a biztosan 15,7%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. És ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 800 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig. Derül ki a GKI és a Masterplast enyérték közös az MT-nek eljuttatott júliusi felméréséből. Ismertették, a harmadik negyedév elején a lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési tervei kisebb visszaestek az előző negyedévhez képest. De az előző év azonos időszakához képest még így is százezerrel többen terveznek felújításokat. Ahogy korábban, úgy most is a családi házak tulajdonosai körében a legerőteljesebb felújítási korszerűsítési szándék. Minden negyedik ház eshet át kisebb-nagyobb karbantartáson a következő egy évben. A panelban lakó családok 14%-a, a téglaépítésű lakásokban lakók 15-16%-a tervez felújítást, amely minimális csökkenés az előző negyedévhez képest. A lakásfelújítást vagy korszerűsítést fontolgató családok csak nem fele, 47%-a az otthonfelújítási program által biztosított állami támogatást is igénybe venné. Az állami forrásra számítók átlagosan 2,2 millió forint összegű támogatást vennének fel, így önerővel együtt a lakásfelújítási összeg elérheti a 4,4 millió forintot. Ismét igényelhető támogatás elektromos teherszállító kerékpárok beszerzésére, között a Technológiai és Ipari Minisztérium hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célok elérésében fontos szerepet játszik a teljes széndiokszid kibocsátás 5. ért felelős közlekedési szektor zöldítése. Ezért a kormány a klíma- és természetvédelmi akciótervben foglaltaknak megfelelően kiemelt célként támogatja az elektromos járművek terjedését. 2022. augusztus 1-én már az 5. szakaszon nyílik meg az elektromos teherszállító kerékpárok beszerzését támogató pályázatnak. Az idén februárban indult programnak köszönhetően hazánkban 4 5 növekedhet az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok száma. Idézi a közlemény Steiner Attilát a Technológia és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkárát. A 400 millió forint keretösszegű pályázatban a magyarországi egyéni vállalkozók egy darab, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, valamint egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum 5 darab e-kargó kerékpárt vásárolhatnak a regisztrált kereskedőktől. Az autófinanszírozott támogatás mértéke a teljes vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint. Az elektromos segédmotorral felszerelt pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos, névleges teljesítménye legfeljebb 250 watt lehet, írták. A kormány stratégiai szövetségesként tekint a horgászok 800 ezer főt számláló közösségére, olvasható a Magyarországos Horgász Szövetség elnöke, és a kiemelt társadalom politikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos közös közleményében. A dokumentumot hétfőn azt követően juttatták el az MTI-hez, hogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, valamint Szűcs Lajos a Mohosz elnöke egyeztetett a hallgazdálkodás és benne a horgászat jövőjéről. A közlemény szerint Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban egy sor kedvező változás segítette a horgászok mindennapjait. A többi között 2016-tól megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, és a MOHOSZ lett 2030 végéig a legtöbb vízterület hallgazdálkodási jogának haszonbérlője. A büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek számít az orfhalászat, Egyszerűbbé vált az ügyintézés az új okmánnyal, valamint az online is kiváltható területi jegyekkel sorolta. A miniszterelnöki biztos megerősítette, hogy a kormány megkívánja újítani a mohosszal a korábban kötött együttműködési megállapodást. Egyúttal azon dolgoznak, hogy az állam nagyobb arányban járuljon hozzá a szervezet működéséhez, mert a természetes vizek megóvása nemzeti kötelezettség. A magyarok túlnyomó többsége szerint az anyatej a legjobb a csecsemő táplálására, Magyarországon pedig az anyatejes táplálás kifejezetten népszerű és elterjedt derült ki a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb kutatásából, amelyet az anyateljes táplálás világnapja alkalmából készítettek. Az MTS hétfőn eljutatott közleményben azt írták, a legtöbb magyar nagyon pozitívan vélekedik az anyatej jelentőségéről. A megkérdezettek 97%-a úgy gondolja, hogy az anyatej minden cseppje kincs. A felmérés alapján 10-ből 9 magyar szerint az anyatej a legjobb a csecsemő táplálására amikor az anyatej és a tápszer közül kellett választani, mindössze 1% mondta azt, hogy a tápszer jobb, 81% szerint az anyatej, 17% szerint pedig mindkettő megfelelő. A megkérdezettek több mint harmada, 36% szerint az az ideális, ha legalább egy éves koráig kap anyatejet a baba, de csak nem harmaduk szerint egy évnél is tovább, igény szerint bármeddig táplálható a kisbaba anyatejjel. A megkérdezettek 88%-a egyetért azzal, hogy az anyateljel táplált babák egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak. 84% szerint pedig az anyateljes szoptatás egy életre megalapozza a szoros anyagyermek kapcsolatot. 10-ből 8 magyar szerint az anyateljes táplálással alakul ki a gyermek és az anya közötti ősbizalom. Érvénytelen lett a három kérdéses helyi népszavazás vasárnap Tatán. A kezdeményezők az Avalon csoport öregtó melletti tervezett szálloda építését szerették volna megakadályozni a Komárom-Esztergom megyei városban. Horváth József jegyző az urnák lezárása után arról tájékoztatta az MT-t, hogy az előzetes adatok szerint a szükséges 50%-nál 10.281 fő, kevesebben 8360-an vettek részt a népszavazáson, így a voksolás érvénytelen lett. A választási bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek átvizsgálása után megállapítja a végeredményt, amely még nem jogerős. Az eljárás az esetleges fellebbezések óvások miatt elhúzódhat, tette hozzá a jegyző. A voksoláson három kérdésben bárták a helyiek véleményét. A kezdeményezők egyrészt azt szerették volna elérni, hogy az önkormányzat ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öregtó természetvédelmi területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit. Megtétották volna, hogy a szomszédos telekre út épüljön, illetve a meglévőt kiszélesítsék, Emellett a céljuk az volt, hogy az istálóra és a lovaspályára vonatkozó településképi rendelet és helyi építési szabályzat a 2020. február 28-án hatályos állapotban maradjon. A Hell Energy érdekeltségébe tartozó Avalon csoport 2020. májusában jelentette be, hogy 120 szobás 5 csillagos szállodát építetne 15 milliárd forintból a saját tulajdonában lévő telken az Öregtó partján. A beruházók szerint a városnak 100 millió forintos adóbevételt hozhatna a létesítmény, emellett 80-100 ember alkalmazására nyújtana lehetőséget. A tervek ellen nagyszabású lakossági tiltakozás bontakozott ki a beruházás megakadályozása érdekében Stop Avalon valontata néven alakult civil mozgalom, amely több bünt tüntetést is szervezett, majd csaknem 7000 aláírás gyűjtött össze a népszavazás kiírásáért. Vadonatúj játszótérrel gazdagodott Komárom. A generációk háza a szomszédságában alakították ki az új játszóteret közel 55 millió forintos önkormányzati támogatásból. A területen több játszóeszközt is elhelyeztek, egy nagy kombinált játszóvár, kettő darab beépített trambulin, homokozó, árnyékolóval, rúgós játékok és fészek hinta található a játszótéren. Emellett padok, ivókút és hulladékgyűjtő is helyet kapott a területen. Az udvar részben füvesített, részben térkövezett. Az udvarban automata öntözőrendszert is telepítettek. Cunyiné Doktor Bertala Judit országgyűlési képviselő kormánybiztos elmondta, a város ezen részén folyamatosak a fejlesztések. Dr. Molnár Attila, a város polgármestere az átadón hozzátette, a közterületeken is folyamatosan újítják meg a játszótereket. Madárbarát mintaprojekt valósulhat meg Komáromban a Rüdiger tavaknál és az Igmándi Erőt környezetében egy sikeres pályázat eredményeként. A program célja a madarak életfeltételeinek javítása és költési helyeinek a bővítése. Így a város oduk telepítésére és madárvédelmi eszközök beszerzésére nyert el támogatást. Arról, hogy melyik fajok védelmét segítik elő, augusztusban döntenek. Havrantót Bernadett Komárom környezetvédelmi referense elmondta, a sarlós fecskék védelmét részesítik előnyben, hiszen a társasházak felújítása során sok fecske otthona tűnt el. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem lesz, időnként megélénkül a délkeleti szél, 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, napközben számottevő csapadék nem várható, mérsékelt szél mellett 30-36 fokos maximum hőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton a napsütés mellett csak kevés felhő jelenik meg az égen, csapadék nem valószínű, megélénkül az északkeleti szél, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Vasárnap változóan felhős lesz az ég, záporok és zivatalok csak egy-két helyen alakulhatnak ki élénk erős lökésekkel kísért északi szél mellett 30-37 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A jövő hét elején megnövekszik a felhőzet szórványosan fordul elő záporzivatar, sokfelé megélénkül az északkeleti szél, a maximum hőmérséklet 27 és 36 fok között szóródik majd.